Na, üdvözlök mindenkit! A következő egy rendhagyó videó lesz, mármint az eddigi normálishoz képest rendhagyó, persze. Mivel nem tudunk elmenni színházba, arra gondoltam, hogy készítek egy reakció videót, ami azt jelenti, hogy el fogom indítani a színházi előadásról készült filmet, és közben beszélek róla. Rövidíteni fogom a játékidőt, hogy ne legyen nagyon hosszú. Az eredeti videó egyébként teljes egészében megtalálható a YouTube-on, érdemes megnézni. Persze még inkább érdemes megnézni majd a színdarabot a színházban. Az előadás a Katona József Színházban készült, nem éppen tegnap előtt. Az első két jelenetet azt át is ugrom. Az első jelenetben Elise, vagyis Harpagon lánya beszélget Valérral, aki a szerelme, és megtudjuk róluk, hogy szeretnének összeházasodni, és ehhez már csak meg kéne szerezni az apának a beleegyezését. Ez nem fog ugye megtörténni egy hamar. A második jelenetben pedig a két testvér beszélget, Elise és Cleant, ugye a Harpagon fia, és megtudjuk, hogy a fiú is szerelmes valakibe, tehát egy ilyen tükör helyzet áll elő, mindketten szerelmesek valakibe, és ugyanaz a céljuk, hogy el tudják venni, illetve hogy házasságot tudjanak vele kötni. A harmadik jelenetet azt már ismerik, ugye amikor belép Harpagon, és fecske után szólva után leselkedik. Teljesen nem normális. Már ebben a jelenetben látszik. Most aztán takarod innen! Hoppá, szár! Mars ki! Te cégéres gazember! Te akasztófa virág! Ez az istenet, az én ember, ez maga a megtestesült gonoszság. Szerintem belebújt az öltöt. Te sütyöraksz! Most bérzavar el! Hát csak nem képzeled, te csirkefogó, hogy magyarázatta tartozom neked! Ki innen! Mert agyon ütlek! De mi rosszat csináltam? Azt csináltad, hogy... Mars ki! A maga fia azt parancsolta, hogy itt várjam. Várj kint az utcán! Mit csinál az ember? Szent Isten! Csak nem sejtett meg valamit a pénzemről. Mondd csak, nem? Te vagy az véletlenül, aki azt terjeszti, hogy pénz van elrejtve nálam? Pénz van elrejtve magát? Ezt neki miért nem ezt mondtam? Nem, hát megőrülök. Azt kérdeztem, nem te? A Harpagon próbál elérni valami, de annyira eluralkodott rajta ez az tehát őrülettel határos zsugoriság, meg a rettegés. Gyakorlatilag önmagát akadályozza, nem tudja, hogy hogyan jusson célhoz. Na, majd megtanítalak én téged. Na, jön a verés. Nem viszel el valamit? Ugyan már mit tennék. Na gyere csak ide, hagyd nézzem. Mutasd a kezed. A többit is! A többit is. Többit is? Igen! Tessék a többit! Oda nem rejtettél el valamit? Nézze meg! Ezek a bugyogok! Ezek pont úgy vannak megcsinálva! El lehessen rejteni bennük a lapot holmi! Föl is kéne akasztani az ilyeneket! Nem kellene menni az ilyen alak, hogy megkapja, amit történt. De boldogan meglopnám! Hétem, mit beszélsz itt a lopásról? Csak azt mondja, hogy maga jó alaposan átkutat, hogy nem mondta meme, de még... Itt látszik az, hogy ezek a szereplők tényleg néha elfordulnak egymástól, és a közönséghez kezdenek beszélni. A fösvénysége meg a fösvényekre? Hát ugye a fene egyek, a fösvénységet, meg a fösvényeket. Kire mondtad ezt? Hát a fösvényekre. Jó, de milyen fösvényekre? A faszari és zsugori fösvény. Kire gondoltál, amikor ezt mondtad? Itt izgatja magát. Azon izgatom magam, amin akarom! Most azonnal mondd meg, kivel beszéltél az imént, amikor ezt mondtad? A közönséggel. Ho-ho-ho, a csityakommal. Majd beszélek én, hát a fejed meg akarja tiltani, hogy szígyem a zsugainak? Nem kérem, hogy pimaszkodj és rágalmazd. Csend! Nevet nem mondtam. De hallgass meg, elnett nem ingja. Ne vegye magára. Végre! Jaj! 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 Jaj, még itt is van egy zseb. Na?
Most boldog? Na rajta. Add elő motozás nélkül. Kész. Micsodád? Amit elloptál tőlem. De nem loptam el semmit. Biztos? Biztos! Na is te veled. Takarodj a poholban! Búcsom, mutat! Itt most megtudjuk ugye, hogy Harpagon elásott a kertben egy pénzes ládát, amiben nagyon sok pénz van, 10 000 tallér. Közben megérkeznek a gyermekei, és attól fél, hogy esetleg meghallották ezt a titkot, hogy ott van a láda. Na, mi van? Semmi, apám. Régóta itt vannak? Most jöttünk. Hallották a... Mit, apám? Na? De micsodát? Hát, amit mondtam. Nem. Jaj, dehogy is nem látom, hogy hallották az utolsó szavakat. Nem, azon tűnődtem éppen, hogy milyen nehéz manapság pénzt találni, és milyen boldog lehet az, akinek 10 000 tallérje van a háznál. Láttuk, hogy nagyon töpreng valamin, és nem akartuk megzavarni. Na már csak azért mondom, hogy nehogy félreértsenek, és azt higgyék, hogy nekem van 10 000 tallér. Soha nem foglalkoztak. Most nagyon kíváncsi lennék rá, na egyebekről nem beszélek. Minek uraságodon? Ennyi szalak! Nem, másni! Rajt! Amivel tetőtől talpig úgy fel van lobogózva, hogy miért nem elég fél tucat szegecs, hogy magát összetartsa? Minek pénzt kell adni vadászra, amikor ott van az ember saját természetes esésű haja, ami ráadásul ingyen van. Fogadni mernék legalább 20 aranyára pacsudi pacsmag és pomádéban magát. Márpedig 20 arany, 8,5%-os kamatra kiadva. Ez az évi 18 frank, 6 darabos 8 fillért hoz a konyhába. Úgy van? Jó van, beszéljünk másról. Na most ezek itt mutogatjuk a hátam megyet. Csak nem azt, hogy el kéne lopni az elszényemet. Mi ez a mutogatás? Látszik, hogy elszakadt már a fösvény gyakorlatilag a realitástól, a saját gyerekeire is gyanakszik, hogy a pénztárcáját akarják ellopni, hogyha egymás között mutogatnak. Ők persze valójában a szerelmüket akarják bevallani, illetve a házassági terveiket akarják bevallani az apának. Ebből a jelenetből azt is megtudtuk egyébként, hogy az apa olyan módon keresi a pénzt, hogy kölcsönt ad, és ugye ezt magas kamattal kéri vissza, vagyis uzsorás. Rögtön kiszámítja fejben, hogy a fiának a ruhája az mennyi pénzt hozhatott volna a konyhára. Ne! Szaladjunk itt előre! Na, először is. Mondják meg nekem. Ismernek egy bizonyos Marian nevezetű fiatal hölgyet, aki itt lakik a közelünkben. Én ismerem. Igen, szerelmes Marianba. Milyennek találja ezt a leányfiam? Bűbályos teremtés. Külleme? Ragató. Oké. Okay. Szegény azt hiszi, hogy most az apa azért kérdezgeti őt Marianról, mert hogy az elvárható lenne, támogatni fogja az ő, tehát a fiú házassági terveit. Magyarul, hogy azt akarja megtudni, hogy milyen ember Marian, hogy hozzáadhassa, vagy hogy összeházasíthassa a fiával. Amire nem számít, az majd most fog kiderülni. Viselkedése? Józan és illedelmes. Nem gondolja, hogy egy ilyen leány megérdemelni, hogy úgy komolyabban foglalkozzon vele az ember? Ó, de igen, apám! Feleségnek, való? Jaj, nagyon is! Minden ilyen szerint jó gazdasszony lesz belőle, hogy aki majd boldoggá teszi a férjét. Ez kétségtelen. Azért van ám itt egy kis baj. Félek, hogy nincs akkora hozománya, mint amekkora kívánatos lenne. Mit számít a hozomány? Nincs hozomány. Marian szegény lány, legalábbis azt hiszik. Mondjuk talán... Lehet, nincs akkora hozománya, mint amekkora kívánatos lenne. Na, de hát, ami elvész a réven, az megtérülhet a vámon. Elbeszélnek egymás mellett a két szereplő. Egy szó, mint száz. Illedelmes viselkedése és kedvesége meghódította az én szívemet, és úgy döntöttem, ha csak nem egészen nincs telen, én bizony elveszem feleségül. Micsoda? Mi az, hogy micsoda? Hogy maga ő. Én őt. Hogy maga. Elveszem. Feleségül. Mi van most? Mi a baja? Hirtelen elsébültem. Azt hiszem, jobb, ha távozom. Ödjön már.
Semmiség, menjen gyorsan, ijon egy nagy pár friss vizet a konyhában. Az vizet. De igen, az nem kerül pénzbe. Az anyám az, hogy katonái, annyi erő nincs bennük, mint egy kis csirkében. Most tehát leányom. Így döntöttem a magam dolga felől, ami pedig a fivéredet illeti. Neki egy bizonyos özvegyasszonyt szánok, akit ma reggel ajánlottak a figyelmembe. Magát pedig Anselm úrhoz adom feleségül. Anselm úrhoz? Anselm úr érett, bölcs, megfontolt férfiú, legfeljebb 50 éves és nagy vagyona van. Már megbocsásson, apám, de nem kívánok menni. Megbocsásson, kis leányom. Kis barátném, én pedig azt kívánom, hogy igenis férjem. Engedelmet, apám. Alázatos szolgája vagyok Anselm úrnak. Alázatos szolgája vagyok a hölgynek, de ha nem haragszik, jön meg hozzá! Ma este! Ma este? Ma este! Nem lesz esküvő. De! Nem lesz! De lesz! Felesége leszel! Anyádnak jó volt, jó lesz ez neked is. Különben is, hogy beszélhet így egy lány a saját apjával? Különben is, hogy adott így férhez a saját lányát, egy apa? Ebben a házasságban nincs semmi kivetni való, és fogadni mernék. Mindenki jónak fogja találni. Én pedig fogadni mernék, hogy nincs az a depresszív ember, aki jónak tartaná. Hopp, na, ne! Itt van Valér. Elfogadod, hogy döntőbíró legyen? Megnyugtol az ítélet? Valér, ugye a leány szerelme. Egyben az apának a titkára is, és igyekszik az apának hízelegni annak érdekében, hogy majd rávehesse arra, hogy támogassa az ő házasságukat. Na, téged választottunk. Te fogod megmondani, hogy melyik önnek van igaza. A leányomnak vagy nekem. Magának, uram. De felül semmi kétség. Tudod egyáltalán, hogy miről van szó? Nem. De biztos, hogy magának van igaza. Maga a testre töltött józan bölcsesség. Férjhez akarom adni egy gazdag, megfontolt férfiúhoz, és ez a szemtelen a képenbe vágja, hogy eszehákában sincs hozzá menni. Na most mit szólsz? Hogy mit? Na! Hát szóval... Ki vele? Szerintem alapjában véve igaza van, és tulajdonképpen olyan nincs is, hogy magának ne volna igazak, de azért ha? Őnek is van némi igazság. Hogy? Hogy? Anselm úr gazdag férfiú, nemes ember, akinek erről még levele is van. Kedves, okos, megállapodott, igen módos ember. Nem marad gyermek az első házasságából. Kívánni nem lehetne jobban. Ez mindig az, de erre a lánya azt mondhatja, hogy kár volna elsietni a dolgot. Kéne hagyni egy kis időt, hogy kiderüljön csak ugyan össze. Itt ez tulajdonképpen egy olyan jellem komikum, ami nem a fösvényről szól. Valér, a titkár mindenképpen hízelegve próbálja elérni a célját, és most kutyaszorítóba került. Akkor nincs mit mondanom. Még a testtartásán is látszik, hogy próbál az eredeti jelleméhez képest valami mást képviselni. Teljesen kicsavarodik. Lánya azt gondolhatja, hogy egy házasság még ennél is nagyobb orderejű dolog. Ettől függ, hogy boldog lesz, vagy pedig egész életére boldogtalan. Nem kér hozományt. Igaz. Természetesen mindent el. Mindazonáltal azt is mondhatná valaki, hogy az efféle esetekben érdemes a lány hajlandóságára is tekintettel lenni. Nem kér hozományt. Ez olyan nyomós érv. Látogató érkezett Harpagonhoz. Egy hölgy, aki mozgatja itt a háttérben a szálakat, azt reméli, hogy egy kis pénzt cserébe tud szerezni a fösvénytől. Mi újság, Frozen? Hogy maga milyen jól néz ki? Már kicsattan az egészségtől. Ő is hízelgéssel próbálkozik, ami működik is. Egy darabig. Ennyire, hogy komolyan soha életében nem volt ilyen fiatal. Nincs az a 25 éves, aki ilyen fiatal volna. Pedig túl vagyok már a 60-on. Hogyha már, mi az a 60 év? Maga most van élete virágjában, és csak ezt állép a legszebb férfi korban. Hát... Igaz, ami igaz. Azért nem bánnám, ha 20 évet levonhatnék. Ugyan, ezt nem mondhatja komolyan. Maga olyan anyagból van gyúrva, hogy 100 évig is elér. Gondolod? Nem gondolom. Tudom. Ennek megvannak a csalhatatlan jelei. Mutassa csak magát. Ott van mi. Tessék. A két szeme között. Ez itt a hosszú életjele. Ez is érted? Érted bizony. Mutassa csak a kezét. Hogyha jó hírt mondanak neki, akkor azt természetesen elhiszi.
Micsoda életvonal? Hol? Itt, mi? Nem látja, milyen hosszú ez a vonal? Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem is 100 évet fog élni, hanem legalább 120-at. Te nem túlzás az egy kicsit. Most kell majd agyonütni magát. És eltemeti... Ezek a mondatok elég kétértelműek, ez egyébként nyelvi humor a javából. Na, hogy áll az ügyünk? Ezt kérdezni se kell. Amit én kézbe veszek, az meg lesz csinálva. Különösen a házasságokat van csodálatos tehetsége. Ez igen! Ez férfi! Ezen van mit nézni. Az ilyen öltözők, az ilyen termék. Rögtön látni, hogy szerelemre termel. Azt mondod, hogy elfogadható az alakon? Elfogadható, elragadó. Azta pedig, hát az egyenesen festeni való. Forduljon már meg egy kicsit. Tökéletes. Oké, a következő részletben a fösvény az esti fogadást készíti elő, ahol ugye Mariant fogja vendégül látni, a lányt, akit szeretne feleségül venni. Napolyan, fiam! Maga pénzügyi zseni. Hajlandó vagyok elfelejteni ezt a ma reggeli financiális kalandját, de figyelmeztetem, legyen kedves a hölgyhöz. Miért lenni kedves hozzá, apám? Tudjuk, hogyan viselkednek a gyerekek, az apjuk újra nő, és tudjuk, milyen mostohán bánnak a mostohájukat, de ha azt akarja, hogy elfelejtsem ezt a legutolsó csínyét. Hát ajánlom, fogadja szívesen a hölgyet, legyen hozzá olyan kedves, amennyire csak kitelik magától. Őszintén szólva, azt nem ígéretem meg, hogy repesni fog a boldogságtól, mert ő lesz a mostohám. Hazudnék, ha ezt állítanám. De azt azért megígéretem, hogy híven teljesíteni fogom a kívánságát. Szívesen fogadom, és nagyon, nagyon kedves leszek hozzá. Ígéret, szép szó! Nem lesz ok a panaszra. Helyes! Segíts nekem már, hogy így is legyen. Zsák! Zsák! Jöjjön csak itt a barátom, magát hagytam utoljára. A kocsisával óhajtán színúrom vagy a szakácsával? Mert hogy mindkettő én volnék. Mind a kettővel? De melyik előbb? A szakáccsal! Egy pillanat! Itt látszik, hogy mindenen spórol a fösvény, gyakorlatilag a személyzeten is. Nos, Zsák úr! Vendégeket hívta vacsorára. Hihetetlen! Mondd csak, barátom, főzné nekünk valami jót? Hogyne! Csak pénzt is adjon hozzá! Pénz. Pénz. Mindig csak a pénz. Másokat nem mondani, csak az, hogy pénz. Hát csak a pénzről tudnak beszélni! Ez a veszélyparipájuk! A pénz! Ritka Pimasz egy válasz volt! Sok pénzzel nem nagy művészet jót főzni. Azt még a legbárgyúbb ember is könnyedén meg tudná csinálni. De kevés pénzből jót főzni, az már valami? Kevés pénzből jót főzni, mi? Úgy van! Tudja, mit mondok én magának, titkár úr? Legyen olyan kedves, fedje felelőttünk ezt a nagy titkot! És vegye át tőlem a szakácsi hivatalt! Úgyis mindig azt hiszi magának, hogy maga szart a spanyolja! Elég! Mi kell a vacsorához? Hát kérem, akkor kell 4 féle leves, 5 féle hidegelőétel. A leves meg a hidegelőétel után... Tehát ez egy félvárosnak elég lenne. Akkor hideg pecsenye... Mert te ki akarsz zabáltatni a vagyonomból, gazember? Melegelőétel... Abba hagyni! A vacsorát pedig nyugodtan bízza csak rá, majd én mindent elintézek. Köszönöm! Áll a Isten! Legalább nem nekem kell bajnoznom. De valami olyasmi kéne, amit ritkán esznek. Főleg, ami jól laktat. Teszem azt. Birka becsinált. Kukorica gölödinnel. Hízott tyúkfar zsírjában. Hideg hurka. Krumpligombóc. Ezek nagyon népi ételek. Kocapörc. Kocapörc. Ezen kívül meg kéne pucolni a hintómat. Kedves. Egy pillanat. Ez már a kocsisra vonatkozik. Szóval, meg kéne kucolni a hintomat, höl kéne készíteni a lovaimat. A lovaim, tudom! De itt azok már lépni se bírnak. Nem mondom, hogy jártány erejük is annyi van, mert hogy egyáltalában nincs erejük. És maga már annyira kikoplaltott a szegény párákat, hogy azok már nem is lovak, hanem lószellemek. Lólidéltek, lókáprázatok, lókísértetek, lófantáziák, lófa! Nincs messze a vásár, csak odáig kell menni. Nem uram, nem vesz rá lélek, hogy hajtsam őket. Amilyen állapotban vannak, oda kéne sózom az ostorral, nekem jobban fájna, mint nekik. Egyáltalán.
Hogy gondolja, hogy el tudják húzni a hintót, amikor a saját belüket alig húzzák? A lovakon is spórol Harpagon, tehát szállatokkal sem kíméletes. Lesz, hogy elkészítse a vacsorát? Annál jobb, legalább nem az én kezem a... A szakács legszívesebben megverné a titkárt, ezt már látjuk. Folytonok vetetek! Csem! Csem! Uram, én nem bírom elviselni a hízenkedést! Megérkezett Marianna házhoz, vendégségben, most látja először Harpagont. Szemüveggel közelítek kegyelő felé. Aki direkt öregesebbnek öltözött, mint amilyen. Mert azt hiszi, hogy a fiatal lánynak az öreg emberek tetszenek. Nem kell hozzá okulári, hogy meglássa őket az ember. De hát ugye bár okulárra szemléljük a csillagokat is, és én váltig állítom, hogy egy kegyelő csillag. Mikor olyan csillag! Illaj! Csillag a birodalom a majd! Te Frozen, ez egy szót nem szól hozzám. Úgy látom, nem repes a boldogság, hogy is találkozhat velem. Csak elfogódott még a kicsike. Különben is a fiatal lányok széljelik első látásra kimutatni az értelmeiket. Ez igaz? Nos? Tündérvirágom, imholjon a leányom, hogy köszöntsök egyedet! Jönnek a testvérek. Elnézést, kisasszony, hogy csak most teszek látogatást önöknél. Én kérek elnézést, kisasszony. Úgy lett volna illendő, ha megelőzöm önt. Ugye milyen nagy lány? Hát ez dagad, mint a gombóc. Hú, de utálatos ember! Mit mond? El van bűvölve magám. Az, el van bűvölve. Túl jó hozzám. Imádni való gyöngyvirágszá. Magyarkör! Háladatos szívvel viszonzom érzeményeit. Nem bírom tovább. Imhogy a fiam, hogy köszöntsek egyedet. Ő pedig Marian szerelme. Hé, halló! Jézus, az egy micsoda találkozás, ő az, akiről beszéltem. Ez az én szerencsém. Látom, csodálkozik, hogy milyen nagy gyermekeim vannak, de ne féljen, hamarosan megszabadulok tőlük. Őszintén meg kell mondanom, kisasszony, hogy erre az eseményre nem számítottam. És igencsak meglepett, amit ön apám mai nap folyamán közölte velem eltökélt szándékát. Magam is így vagyok vele. Váratlan találkozás engem szintúgy meglepett, mint önt. Számomra is váratlan ez a fejlemény. Az is igaz viszont, hogy apám választása olyan hölgyre esett, akinél méltóbbat keresve se találhatni. És méretetlen öröm és tisztesség számomra láthatom önt, kisasszony. Mindazonáltal nem állíthatom, hogy hasonlóképpen megörvendeztetne az az esetőség, mely szerint a leendő mostoha anyám áll előttem. És végezetül... Vagyis annak örülök, hogy ön itt van, annak viszont nem, hogy az apám el akarja venni. Soha nem jön elég rend a ez aztán tényleg pimasság. Na, szép kis bókolás, nem mondom. Pedig fele lesz éppen. Hadd mondjam meg önnek, uram, hogy magam is szakadtott, így ítélem meg a dolgokat. Hm? És ha önnek nem kedve szerint való, hogy a mostoha anyja legyek, ugye én se kivárom mostoha fiamnak őt. Hát. És ha csak nem valamely felsőbb hatalom kényszerít rá, szavamat adom, hogy nem egyezem bele az önnek fájó házasságba. Igaza van, ostobabó, ugyanolyan válasz kívánok. Bocsánat, hogy kell kérnem szépségem, fiam szemtelensége miatt. Ostobaj, fiam! Aki még nem ismeri szavai súlyát és következményeit. Biztosítatom, uram, hogy egyáltalán nem bántott meg azzal, amit mondott. Ellenkezőleg. Örülök, hogy értésemre hozta valódi érzést. Itt a két fiatal valójában úgy beszéli meg az egymáshoz fűződő érzelmeiket, hogy az csak az öreg ne értse. A néző viszont érti. De valahogy ilyen könnyen megbocsátja a fiam hibáit. Idővel megjön az esze és megváltoznak az érzéseim. Nem, apám, soha nem fognak megváltozni az érzéseim. Betégethetik magukat. Ja, fogják be a lomakat! Jaj, ne haragudjon meg rám szépségem, amiért megfeledkeztem arról, hogy egy kis ozsonnát adjak magának, mielőtt vennének. Én gondoskodtam róla, apám. Hozattam a maga nevében néhány tál kínai narancsot, édes citromot, aprós ütemét, cukrozott gyümölcsöt. Balér! Elment a józan esze! Jaj!
Kevésnek találja, apám. Kérem, kisasszony, bocsásson meg nekem. Igazán meg kellett volna. Látott már ilyen mély tűzű gyémántot, amit az apám visel az ujjét? Ez csak ugyan nagyon fényes. Nézze csak meg közelebbről is. Nagyon szép. Valósággal szikrát hány. Ó, nem. Tartsa csak meg, kisasszony. Ez a maga gyönyörű kezelé való. Apám, önnek ajándékozza a gyűrűt. Én? Mondja csak valósan, apám, hogy azt szeretné, a kisasszony szeretetét jelöl elfogadná. Mondd nekem, hogy mi művel? Azt mondta, hogy fogadja csak el. De én nem. Ugye? Nem hajlandó visszavenni. Megőrülök. Mit a térig sérteni? Sose lehet róla. Igen. Látja azt? Nagyon a szívére menne nem fogadná el. Ember. Mindjárt szívak akad. Gyilkos! Én nem tettek róla, apám. Mindent elkövetem, hogy megtartott a gyűrű, de nem alandó szót fogadni. A hasztófára kerülsz. Lát egy kis asszony, most maga miatt eszekszik velem. Vitte rá! Hú, nem szeretném, ha mérges lenne rám, uram. Ezért egyelőre megtartom a gyűrűt. Majd alkalmas időben visszaadom. Van itt egy ember, uram, és magával szeretne beszélni. Mondd meg neki, hogy akadályos szaka vagyok. Jöjjön vissza máskor. Azt mondja, pénzt hozott. Bocsánat, mindjárt jövök. Ebben a jelenetben az apa rájön arra, hogy a fia szerelmes Marianba. Igen. Sokszor? Elég sokszor, ahhoz képest, hogy csak kis ide ismerem. Na és, szívesen fogadták? Nagyon szívesen, de nem tudták, hogy ki vagyok, ezért is lepődöttem Marian, amikor itt meglátott. Szerelmet vallott néki? Mondta, hogy feleségül kívánja venni? Hogyne, sőt az anyjának is meglehetősen nyíltan céloztam rá. Na, és a lány, az viszonozza az érzelmeit? Mindenjel arra való, hogy nem utasítja el a közeledésemet. Sejtettem, hogy valami ilyesmi lehet. Nagyon örülök, hogy megtudtam azt a titkot, nosát ki a... Tudja, mi a helyzet? Az a helyzet, meg kell kérne magát. Mondjon a szerelméről, de azonnal ne járkáljon nekem olyan leány után, akit magamnak szállok. Majd hamarosan megmondom, kit kell feleségül vennie. Aha! Á, szóval elmentél játék. Nos jó, ha már így alakult, nyíltam ki el. Ez is a műnek egy fontos témája, hogy a szülők hatalma rendkívül nagy a gyermekeik fölött. És lehet, hogy az anya magára ígérte őt, de talán nekem is ezek ütőkártyáim a játszmában. Le van a Marianról! Nem! 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 És ismét jön a szolga. A szolgák mindig nagyon vicces szerepet játszanak ezekben a darabokban. Az el! A saját fia! Mert az mi csak hagyja a gyerekem el pápol, de a saját fia! Na jó, azt akarom, te légy a döntő bíró, csak hogy lásd, mennyire igazam van. Rendben, húzodjanak félre az urak. A kék sorokban, a árpagon, a jobb sorokban pedig Léánc. Feleségül akarom venni, és ez a gazember van olyan pimasz, hogy ő is szeret, és ő nem hajlandó lemondani róla. Hiába parancsoltam meg neki. Hát ez tényleg helyzet. Most mondd meg, nem rettenetes, hogyha egy gyerek vetmélkedni akar a saját apjával? Nem az lenne a helyén való, ha tisztelni a húzalmamat? De igen, igaza van, uram. Engedje meg, hogy beszéljen. Maradjon is. Csak szórakozik velük lényegében. Hát jó, ha már téged látta a döntőbírónak, én nem bánom. Belőlem ugyan bárki lett a bíró, én neked is szívesen elmondom, hogy mi köztünk a vita. Köszönöm a megtisztelő bizalmat. Jó. Szerelmes vagyok egy ifjú aki minden ízlésem szerint való, és aki jó szívvel fogadja a közeledéseket. Az apám pedig nem áll, hogy megzavarni szerelmünket, és feleségünk kéreti a leányt. Hát ez tényleg helytelen. Ha nem szégyeli magát, hogy az ő korában nősülni akar, micsoda dolog szerelmesek lenni ilyen öregen? Miért nem adja a fiatalok ezt a foglalatosságot? Igazad van, uram! Ez fügyül a világra! Nagyon vagy én beszélek jó, a helyére! Jó, jó, ne! Hát kérem, a fia nem is olyan megáltalkodott. Hajlik a jó szóra! Azt mondja, tisztában van vele, hogy tisztelettel tartozik magának, csak elragadta a hív, és engedelmeskedni fog minden óhajának. Ha maga nem bánik fel olyan gorombán, és olyan feleséget választ neki, aki megfelel az ízlésére. Hát, ha ez így van, én nem szólok bele semmire. Hát,
Mariannon kívül azt vehet feleségül, akit akar. Hova? Mondtam, hogy csak rám kell tudni a dolgot. Szóval, az apja nem is olyan fafejű, amilyenek maga képzel. Kicsoda ez? Azt mondja, ő csak a maga heveskedése miatt gerjedt haragra. Nem tűri ezt a viselkedést. Viszont nagyon is hajlamos teljesíteni a kívánságát. Ha nem, ajtósulott a házba, és megadja neki az apának járó tiszteletet és engedelmes hódolatot. Zsák. Na, így van, akkor mondd meg, Zsák, hogyha hozzám adja Mariant, örök életemre alázatos szolgálszak, és mindenben követni fogom az akaratát. Megmondtam neki, beleegyezett. Nagyszerű. Minden rendben! Ezt az ígéretet várta magát! Hálaségre! Uraim, mindenben egyességgel jutottak! Most már csak egy dolog van hátra, az, hogy személyesen megbeszéljék. Az imént pedig egyetlen oka volt, hogy majdnem egymásnak estek. Az, hogy nem értettek szót. Örök életemben hálás leszek neked, Zsák. Igazán semmiségből. Nagyon örök szereztél nekem, Zsák! Ezért jutalmat érdemelsz. Mefé, nem fogom elfelejteni. Na, lássuk a jutalmat. A jutalom az semmi, természetesen. Ígérem, apám, hogy mind a sírig hálálatos szívvel fog gondolni az irántam való jóságát. Én pedig ígérem, bármit kérsz tőlem, megkapod. Ó, apám, én soha semmit nem kérek többé magától. Már azzal is éppen eleget adott, hogy nekem adja Marian. Tessék! És csak azt mondom, apám, hogy nagyon hálás vagyok magának, és hogy szívbéli jóságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy hozzám adja Marian. Na de ki mondta neked, hogy én hozzád adom? Maga, apám? Én. Igen, igen. Te ígérted meg, nem, hogy lemondasz róla? Én, hogy lemondok róla. Igen. A szó sincs róla. Te nem tettél le arról, hogy elvedd? Nem én. Sőt, jobban ragaszkodom hozzá, mint valaha. Már megint kezdett, te gazember. Ó, én mindenre el vagyok számára. Majd én megmutatom neked. Mutasson csak, amit akar. De megtiltom, hogy a szemem elé kerülj. Nagyszerű. Nem ismerlek többé. Ne ismerje! Megtagadlak! Fogadjon! Kitagadlak! Na és! Megátkozom! Átkozódjon csak! Végre kapok valamit! Na, de hogy itt találom, uram? Jöjjön gyorsan! Jöjjön, mondom! Mi van? Megfogtuk az Isten lábát! Hogy? Most már minden rendben. A másik szolga, Fecske, megtalálta a pénzes ládát, és bosszúból ellopja. Az apja pénzes ládikája, amit megszereztem. Hogy csináltad? Apja! Már kiabál! Kész. Felrobban. Végem van. Elvesztem. Elvágták a tarkamat. Elrabolták a pénzemet. Ki volt az? Most hol van? Most hol bújik el? Most hol keressem? Most merre fussak, hogy merre ne fussak? Végem van. Meghalok. Meghaltam. Bízzad csak rám a dolgot. Megérkezett a nyomozó. Hál' Istennek, rengeteg sok rablást kinyomoztam már a pályafutásom során, és egyáltalán nem lenne, ha annyiszor 1000 frankom volna, ahány szemét én már a kasztófára juttam. Egész bírói és tisztviselői karnak az az érdek, hogy erre az ügyre interjúja, ha nem találják meg a pénzem. Még a bíróságot is bíróság elé idézem! Okvetlenül meg kell ejteni a megfelelő törvényes eljárást! Felzsenni, lefórázni, felakasztani! Itt! A bombajomat! Nem! Miért? Én a mamacról beszélek, amit a titkár úr küldött. Abból kell vacsorát csinálni. Hagyjuk a vacsorát, te gazember! Ez az úr itt egészen másról kell beszélni veled. Nem kell megijedni, én olyan ember vagyok, aki szereti, ha szép finoman mennek a dolgok. Nem lesz semmi baj! Haj. Az úr is vacsora vendég? Na, lássuk, kedves barátom, mit tud. Mi van, hogy a vacsora, te gazember, azt mondd meg! Mi van az ellopott pénzt? Ellopták a pénzt! Nem, meg azért már én magam! Ne várj az Isten szerelmére át!
Hát látom én rajta, hogy becsületes ember, és még csak börtönbe se kell csuknia nélkül is elárulja magának, amit tudni kell. Igen, barátom, szépen kivallja a dolgot, nem lesz semmi bánkodás, sőt, a gazdája élő jutalomban fogja részesíteni. Az ki van zárva. Mindjárt megteszi a vallomást, mondtam én, hogy becsületes ember. Hát jó, nem bánom, megmondom. A ládát valójában a másik szolga lopta el. A maga nagyra becsült titkára a tettes. Valér! Az! Még hogy ő csinált ilyet velem. Igen, szerintem ő hozott. Miből gondolod el? Hogy miből? Mi nem? Abból gondolom, hogy ez a véleményem. Jó, de azt is meg kell mondani, hogy milyen gyanújelek alapján. Láttad, hogy ott ólálkodott, ahol a pénzt rejtett? Igen, pontosan. Nem. Hol is volt az a pénz? A kertben. Ez az! Ott ólálkodott a kertben. Miben is volt az a pénz? Pénzes láda. Úgy van, egy pénzes láda volt a kezében. Milyen volt a pénzes láda? Hogy milyen volt? Na? Hát, olyan volt. Pont olyan volt, mint egy pénzes láda. Jó, írja le egy kicsit részletesebben. Jó nagy pénzes láda volt. Ne, hát amit ellopta tőlem, az kicsi volt. Hát, ha úgy veszük, ami benne volt, akkor tényleg kicsi volt. De én azt mondom, hogy benne volt, nagy volt. Aha. Milyen színű volt? Hogy milyen színű? Hát a színe az... A színe az egy bizonyos szín. Nem tudna egy kicsit segíteni? Ha? Nem piros? Nem! Szűr. Ez van! Piros vagy szürke! Pont ezt akartam mondani! Semmi kétség! A tulajdon látikám rajtóra! Vegye ilyen cökrém a vallomását! Most kiben bízhatnak ezek után az ember? Senkiben! A szolga sikeresen ráterelte a gyanút a Valérra, a titkárra, akinek persze fogalma sincs a ládáról, sőt arról sincs, hogy az eltűnt. Gyere ide, Valér! Valér közben elvette titokban feleségül a lányt. A legszörnyűségesebb merényletet, amit ember valaha elkövetett! Parancsol úr! Mi? Elárultál! Most ha már úgyis kiderült, nem fogok kezdeni! Mi? Azt hiszi Valér, hogy ez derült ki. Mi a fele? Úgy látszik ráhibáztam. Való igaz! Valóban védkeztem maga ellen, de hát voltaképpen bocsánatos az én bűnöm. Mi bocsánat? Mi bocsánat? Tudod el már! Ne levallja bele magát! Származásom révén nagyon ismétó vagyok hozzá. Hát odahat is, amit elvettél tőlem. Mondd meg, honnan vitted el? Nem lesz semmi híj a becsületének, uram! Mondjam a becsület, nem ez a kérdés! Ki vett rá az alonna? Ámor! Igen, a szerelem istenem! Na szép is szerelem, nem mondom, a te szerelmes az aranytal lérjaimba. Nem, uram! Engem nem a maga gazdagsága vonzott. És ezen neki jelentem. Hogy semmire nem tartok igényt, ha meghagyja nekem azt az egyetlent, amit megtartottam. Megint az a helyzet, hogy két külön dologról beszélnek, és ezt csak mi értjük. Akarja tartani, amit elrabolt tőlem? Ezt még nem lehet rablásnak nevezni, uram? Már hogy ne lehetne rablásnak nevezni? Már hogy ne lehetne? Egy ekkora kincset? Adja nekem ezt a tündökletes kincset! Ezek a kifejezések mind két értelműek, a kincs, az elrablás. Istenem, mit jelent itt ez az egész? Tegyen, amit akar. És én elfogadok minden megpróbáltatást. Csak arra kérem, higgy el, a lánya ártatlan! Hát na még szép, hogy ártatlan! Az lenne csak a gyönyörű, ha ő is benne lenne ebben a gazságban. Azonnal arra viszont tervezték tőle, mondd meg, honnan vitted el? Nem vittem én el sehonnan. Itt van a házban. Az én édes kicsi lányom! Itt van a házban! Itt, uram! De ugye nem nyomtál hozzá? Én... hozzányúlni. Hogy képzelhet ilyet róla? Ez a színészi játék arra utal, hogy azért történt közöttük egymás. Hárgol a ládikámért! Inkább a halál, mint sem, hogy alantas gondolattal közeledjem hozzá. És azt nem is tűrte volna az ő szemérmes erénye. Miért? Mert azért ládikám szemérmes! Vágyom csak addig terjedt, hogy gyönyörködhessem a látásában. És semmiféle bűn nem szentségtelenítette meg a szenvedét, mert szépséges tekintete lobbantott fel szívem. Azért látom, szépséges tekintet, hát úgy megrévült a büntetés, hogy félre beszél. Sokáig hiába ostromoltam. Szűzies szemérme, gátat vetett legfőbb vágyam. De te kinek a szűzies szemérme?
A maga lányának, uram. Csak tegnap határozta el magát, hogy eljegyezze magát velem. Ja, eljegyzés történt, nem házasság. Nem mindegy. Igen. A lányom az eljegyezte magát velem. Igen. Kölcsönösen írásbeli szerződés. Most végre kiderül, hogy mi a félreértés. Irgalmas Isten! Miért hagytál el engem? Írja, uram! Írja! Nem élhet most már többi csapás. Nincs több igaz remény. Rajta, uram, fogja nekem pervert az embert, mint rabot, izzadságítót! Én nem szolgáltam rá ezekre a vádakra. És ha majd megtudják, ki vagyok! Itt fejezem be a vetítést. Az egyik feladatuk az lesz, hogy befejezzék a művet az önök elképzelése szerint, hogyan lehetne megoldani erről a pontról a színdarabot, ami ezen a ponton összeomlani látszik.